Stekly Zsuzsa nagyon népszerű Bonyhádon, jelzi ezt a megszámlálhatatlan látogató, aki soros kiállításának megnyitójára gyűlt össze. És persze minden érkező egy szál virággal is kedveskedett, mert hogy a szokásoknak megfelelően a születésnapjához közel ünnepli magát ezzel a kiállítással. A közösség az értékek mentén jön létre, és nem kell olyan dolgokat formálni, csak egy ilyen estére, amit ma kaptunk Zsuzsától, és mindakitől, aki részese ennek, hiszen mi most egy közösséget alkotunk, és egy polgármester minek örülhetne jobban, mint annak, hogy nem tömegként vagyunk ma itt együtt, mint hanem értékek mentén egy nagyszerű közösségnek. Sokat változtam az évek alatt, és a világ dolgai is átértékelődtek bennem. Máshova kerültek a hangsúlyok, és mások a fontossági sorrendek. Mindez megjelenik az alkotásaimban is, mondja a 65. születésnapját betöltő Stekly Zsuzsa. És bár hölgyet nem illik a koráról fallgatni, azt mondja, számára ez egy jó érzés, és igencsak vállalható. Mindig is volt hitem. Nem voltam templomba járó sohasem, de mindig is volt hitem. És tavaly hallgattam a rádióban egy műsort, egy beszélgetést, és megtudtam, hogy a Bartiméus Egyesület, a Vakok Egyesülete kiadott egy hangos bibliát. És írtam nekik, hogy ugyan már szívesen vásárolnék egy példányt CD-n, vagy nem tudom milyen fazonba adják, és örülnék, ha kaphatnék egy ilyet, szívesen megvásárolnám. És erre küldtek nekem ajándékba egy ilyen kis kütyüt, akkor a telefon, és rajta a teljes új szövetség. Olyan fantasztikusan szép, színészek olvassák fel, tehát nincs meg az a hasábtörés olvasásnak, hogy nem jó olvasni. Színészek olvassák fel, az egész nagyon kellemes hang, és 2 hét alatt meghallgattam a műhelyben munka közben. És az egész annyira inspiráló volt, hogy ebből született a Itt-Level sorozatom, a Jézus élete. Hát elég sokat kísérleteztem már eddig életem folyamán, és úgy gondolom, hogy most már talán kialakult a saját stílusom. Több anyaggal, több technikával dolgozom, ma is csinálok festett zománcot vaslemezen, festett zománcot rizlemezen, de igaziból amit csinálok, az a úgynevezett festői rekezzománc, ami az én saját stílusom. Mert a rekezzománc többieknél általában egy dekoratív, viszonylag egyszerű foltok, inkább geometrikus foltok, én pedig igyekszem ezt festőien megoldani. És erre haladott továbbra is. Hagyjuk ezt a mai világot, ezt a felfordult világot, hogy emberek jönnek, mennek, migrálnak ide-oda, amoda, és nekem számomra ez ijesztő. Ahogy már a tömegükkel, ahogy jönnek, és katonakorú férfiak jönnek, és ez nekem egyszerűen ijesztő valahol. És nekem nem mindegy, hogy a templomunkon félholban vagy kereszt van. És úgy gondolom, hogy csak úgy tudjuk megvédeni a mi Európánkat, a mi keresztény Európánkat, ha a templomainkat használjuk. A templomaink üresen konganak, és nem megy be senki, és nem éli meg a hitét, akkor előbb-utóbb a keresztek helyett kell hozzá a templomainkon. 92 óta mindig december elején van a kiállításom, és ez egy plusz töltést ad nekem is. Nagyon örülök, hogy a szülővárosom ilyen megtiszteltetésben részesít, mondja. Nem gondolkozom azon, milyen lesz a holnap, és mit kéne tűzzománcba önteni. Igaziból én a következőkön sem gondolkodom, hanem ez olyan, hogy kapom, én legyen valahonnan, valami üzenet, egy teljesen kész képet kapok, amíg van a fejemben, csak éppen kivitelezni kell. Várom a következő sugallatot.